Új parcellát nyitott az üzemeltető Csongrád megyei Kegyeleti Kft. A Kincses temetőben található önkormányzati sírkertben. Közgyűlési döntés értelmében ők az üzemeltetői a katolikus temetőnek is. Idén a két sírkert fejlesztésére, rendbentartására összesen 30 millió forintot különített el a városvezetés. 2016. február 1-én döntött úgy a közgyűlés, hogy megnyitja a városi temetőt a Kincses temető területén. Tavaly május 1-e óta nem csak itt, hanem a katolikus temetőben is a Csongrád megyei Kegyeleti Kft. Az üzemeltető. A Kincses temetőn belül önkormányzati tulajdonban van a bevezető gesztenyesorút, a bejárati kapu, a ravatalozó körüli díszsírhelyek, a megújított urnafal és az azóta megnyitott új sírhelysorok. Ahol most állunk a városi temető, ez viszonylag a többi temetőhöz képest egy kisebb területű, ez körülbelül olyan 2,2 hektáros terület, melyben jelen pillanatban nagyjából olyan 300 sírhely található. Ezeknek a sírhelyeknek a nyilvántartása sem volt elég egységes, ezeket a tavalyi év folyamán fel kellett dolgozni, majd miután feldolgozásra került, látható volt, hogy a sírhelyeknek a nagy része nincsen újraváltva. A tájékoztató táblákat egyébként ki is helyeztük, és folyamatosan jönnek a családok és rendezik el a sírhely nyilvántartást. Ugyanakkor kérem azokat a családokat, akik még ezt nem tették meg, hogy mielőbb tegyék meg. A két temető fejlesztésére a következő 10 évre összesen 300 millió forintot különített el az önkormányzat. Az idén ebből érték arányosan 10 millió forint jut a Kincses temetőben lévő városi temető, 20 millió forint pedig a katolikus temető fejlesztésére. Az önkormányzati temető területén több ezer sírhely, az urnafalban pedig mintegy 500 hely alakítható ki, fogalmazott az üzemeltető Kft. Ügyvezetője. Tavaly új urnafalat építetett az üzemeltető, illetve a régi urnafalat is felújították. Újdonság, hogy az idei év folyamán új sírhelyeket is megnyitottak. A tavaly évben kijelölt testsírhelyek már megteltek, és új parcellát nyitottunk, melyben a jövő héten kerülnek kijelölésre a sírhelyek. A Csongrád megyei Kegyeleti Kft. És a Református Egyház közötti vitában központi helyet elfoglaló temetői hozzájárulást az önkormányzati temetőben nem kell megfizetniük a hozzátartozóknak. De nem csak ezért, hanem a mérsékelt sírhely megváltási díjak miatt is lényegesen olcsóbb ebben a temetőben a temetkezés, mint a többi sírkertben.